A boxplotok segítségével megtaláltuk az outlájereinket. Ugye kettő változóban találtunk outlier-t, a kor változóban, ezt aki a 45. sorban van, és a 45. sorban a kor 77 éves. Illetve találtunk egy másik outlier-t a nagy kapcsolati kör méreténél, a 27. sorban, 27. sorban nagy kapcsolati kör. Mérete, akinek 1910 ismerőse van a Facebookon. Most már csak az a kérdés, hogy mit kezdjünk ezekkel a személyekkel. Hát, hogyha egy nagyobb adatbázisom lenne, eh, akkor lehet, hogy akár azt mondanám, hogy egy-két fő elvesztése az nem olyan nagy ár, és egyszerűen csak ezeket az outliereket törölném. Most viszont egy viszonylag kisméretű adatbázisunk van, ugye visz, most már csak 50 fő, hogy kitöröltük azt az egy adathibát, eh, úgyhogy most már csak 50 főnk van, abban is vannak hiányzó értékek, most megnövelem a hiányzó értékek számát még két személynél, gyakorlatilag aktívan eh, rontom a saját esélyeket arra, hogy hatásokat mutassak ki ezen az adatbázison, úgyhogy jó lenne, hogyha valahogy legalább valamennyi információt meg tudnánk tartani ezeknek a személyeknek az adataiból. Úgyhogy első körben érdemes megvizsgálni, ugye ez a boxplot, ez az Outlier Leveling Rule-t használja, és a határokat a másfeles szorzó szerint alakítja ki. Ugye megbeszéltük azt, hogy van az Outlier Leveling rule egy másik verziója, ami azt mondja ki, hogy ne azokat tekintsd Outliernek, aki az interkvartlis terjedelem másfélszeresével magasabb a Q3-nál, vagy alacsonyabb a Q1-nél, hanem csak azokat tekintsd Outliernek, aki az interkvartlis terjedelem 2,2 szörösénél ö, magasabb a Q3-nál, illetve alacsonyabb a Q1 értékénél. Tehát ez a 2,2 szorzóval egy szélesebb határt tudnánk húzni, és lehetséges, hogy az, amit itt most a boxploton mi outlierként látunk, ez a 2,2 szorzó alapján már nem lenne outlier, és akkor gyakorlatilag elgondolkozhatnánk azon, hogy esetleg akár a mintában is tartanánk. Ugye beszéltem nektek az előző valamelyik videóban már róla, hogy a másfeles szorzó volt az eredetileg megállapított számítási módban, azonban utána csináltak ö, több szimulációt, ahol megnézték, és egyértelműen azt találták, hogy a 2,2 szorzót is nyugodtan lehetne használni, hiszen azok, akiket a másfél szorzó megtalál, de a 2,2 szorzó nem, azoknak igazából nincsen olyan erőteljesen torzító hatás. A, a becsült értékeinkre, hogy mindenképpen érdemes legyen őket kivenni. Úgyhogy hát nézzük meg a 22 szorzóval, outlier lenne mondjuk a korban ez a 77 éves személy. Ugye azt is mondtam már, hogy sajnos ezt a 22 szorzót nem, im nem implementálták a statisztikai programokban, úgyhogy nekünk kell kézzel kiszámolni a 22 szorzó határait. Ahhoz ugye szükségünk van a Q1 értékére és a Q3 értékére, e kettő különbségéből fogjuk megállapítani az interkvartilis terjedelmet, azt fogjuk megszorozni 2,2-vel, és fogjuk felmérni, ugye most csak a Q3 fölé, hiszen csak felül vannak outlier-eink. Hát bekapcsolom a deskriptívet, ugye szükségem van ez a kor változó, és a kor a Statistics-en belül beállítom azt, hogy kvartiliseket szeretnék kikérni, és akkor a deskriptív statisztika output táblájában látom azt, hogy ugye a minimum az 18 évnél van, a maximum 77 évnél. Egyébként ezért van az, hogy nem szimmetrikus a boxplotnak ez a két száracskája, mert nem rajzolja lejjebbre a vonalat, mint ahol a legfiatalabb, a minimum érték van. Tehát valójában, hogyha ezt az interkvartilis terjedelmet megszoroznám másfélel, és erre a Q1-re rámérni, akkor természetesen ez a vonal ez sokkal tovább haladna, sokkal mélyebbre menne el. De miután itt van a minimum, ezért ezt a vonalat nem rajzolják. Gyakorlatilag egyik statisztikai program sem rajzolja ki teljes egészében. Na de visszatérve az eredeti kérdésünkre, tehát nekünk szükségünk van a Q1-re, az alsó negyedelőre, ami ugye 25-ös percentilisnek felel meg, és az értéke 23, fogok egy excel és akkor beírom, hogy a Q1-nek az értéke az 23, és szükségem van a harmadik kvartilisre, Q3-ra, ami meg ugye a felső negyedelőpont, vagy három negyedelőpont, az pedig ugye a 75 ös percentilisnek felel meg, és az értéke 44. Oké, okay, beírom ezt is, hogy a Q3, az pedig 44. 44 volt? Igen, 44 volt. Na, a kettő segítségével ki tudom számolni az interkvartilis terjedelmet, hiszen gyakorlatilag ennek a kettőnek a távolsága a 44-ből ki kell vonnom a 23-nak az értékét. És akkor megtudom azt, hogy az interkvartilis terjedelem az 21. Ugye ezt meg kell most szoroznom 2,2-vel. Hát ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy itt 2,2 szorozva az IQR értéke, 46,2, és akkor az Outlier Leveling Rule felső határa az úgy fog kialakulni, hogy a Q3-hoz hozzá fogom adni ezt az értéket, tehát az érték az úgy fog alakulni, hogy Q3 plusz hozzáadom ezt a 46, akárhányas értéket, és akkor a 2,2 szorzó alapján az Outlier Leveling Rule felső határa 90 év. Ez azt jelenti, hogy a 77 éves személyemet a 2,2 szorzó alapján nem kell Outliernek és akár az értékét benn is hagyhatom a mintában. Ugye maga a program is így dolgozott volna, hogyha a másfele szorzóval dolgozok, akkor az ugye azt jelenti, hogy ezt a 21-et, ezt másféllel szoroztam volna meg, és ezt adtam volna hozzá a Q3 értékéhez, és akkor lehet látni, hogy 75,5 évnél lenne az outlier Leveling rule felső határa, másfele szorzót használva. Kicsit félrevezető, hogyha megnézitek a grafikont, akkor ezt itt nem 75-nél húzza meg, éppen a 77-es érték alatt, hanem a alacsonyabbra húzza, mert valójában a következő legmagasabb értékhez húzza ezt a vonalat. Tehát a következő legmagasabb, legidősebb korú személy az ugye 65 éves. Körül van, és igen, itt is látjuk, hogy a 77 éves után a következő az 65 éves. Ő még benne van az outlier Leveling alapján tett határba, és a JASP az a következő legmagasabb értékig húzza meg, nem a tényleges határértékig húzza meg ezeket a vonalakat. Hát ezek olyan apróságok, amik egyébként a boxplot használatát az outlier keresésben nem zavarják, hiszen a köröcskéket attól még látod gyönyörűen, hogy hol vannak az outlier-ek, csak az embereket kicsit össze szokta zavarni abban, hogy ténylegesen ö, hogyan értelmezzék ezeket a viszkerzeket. Tehát ö, valójában nem húzza meg egyik irányba, sem a teljes ö, hosszas, hosszában ezeket a vonalakat a jazz, meg általában egyébként a többi statisztikai program sem, hanem a következő már nem outlier legnagyobb értékig húzza csak a vonalakat ö, meg. Oké, okay, hát a korváltozóban letudtuk az Outlier kérdését, megállapíthattuk azt, hogy ez a 77 éves a 2,2 szorzóval számítva már nem számítana Outliernek.